Számos érdekes előadás színesítette a kutatók éjszakáját Bonyhádon, ami a Völgységi Múzeumban került megrendezésre. Én arról szeretnék inkább néhány szót ejteni, hogy ebben az évben azt hiszem, hogy nem számoltam meg, de nem volt olyan hónap, amire ne jutott volna egy olyan neves rendezvénye a Völgységi Múzeumnak, amire igazán mindjárt büszkék lehetünk. Már itt a helységben is látható a 160 éves a Bonyhádi Engermalom kiállítás, amikor a Malom történeti napon tartottuk és konferenciát, de volt itt már ebben a teremben az idén női tudományos előadás sorozat, meg nem olyan rég az értékek napja, szóval nagyon sok minden program követte egyiket a másik után, és mindig nagyon neves előadókkal és olyan érdekes programokkal és előadásokkal találkozhatunk, ami azt gondolom, hogy mindenkinek érdekes érdeklődéssel kielégíthette. Én egy valamit hiányolok, ez most is így van, de bízom benne, hogy előbb-utóbb beérik a dolog. Az a lelkes csapat, aki itt dolgozik a múzeumban, most már egy jól összeérett csapat, igazgató vezetésével. Nagyon sokat tesznek azért, hogy mi, bonyhádiak részese lehessünk olyan országos vagy akár európai programoknak, mint amilyen a mai is, hiszen a kutatók éjszakája is, ez a rendezvény is már Európa szerte 17 éve megrendezésre kerül, hogy a bonyhádi közönségnek, az érdeklődő közönségnek, hogy igazán oda találjunk hozzájuk, és egy picit nagyobb számmal vegyenek ezeken a programokon részt, mert szerintem érdemes. Remélem, hogy sokáig kitartóan fogjátok szervezni a jövőben is, hogy megtiszteljük az előadókat is, és benneteket is azzal, hogy mi magunk részt veszünk ezeken. Bonyhád polgármestere emlékeztetett. Az elmúlt időszakban számos olyan rendezvényt hívott életre az intézmény, amely egyrészt minőségi szabadidős elfoglaltságot jelentett az érdeklődőknek, másrészt tudományos megközelítésből is érték volt. A program résztvevőit Farkas István Gergő is köszöntötte, kiemelve, hogy ezúttal is nívós programnak adhat helyet a múzeum. Most a kutatók éjszakáján a természettudományos előadásoké a hangsúly, és négy izgalmas előadót fogunk meghallgatni a Pécsi Tudományegyetemről, akik változatos biológia, földrajz témakörökben fognak előadásokat tartani az érdeklődőknek. A csípőszúnyogoktól Indonézián és a Szaharán át a geotermiáig számos témakör került elő az eseményen. Leszűkítettük a kört a valódi szúnyogokra, csípőszúnyogokra. Ha láttuk a Jurassic Park című filmet, talán emlékszünk még rá, amikor a borostyánba bekövesedett szúnyog potrohából kinyert vérből DNS alapján újra élesztették a dinoszauruszokat. Az intézmény következő programja is már szervezés alatt áll. Október 7-én szombaton a Múzeumok őszi fesztiváljához idén is csatlakozik a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Mindig öröm, amikor Bonyhád is csatlakozhat egy országos programsorozathoz, és szeretettel invitálok mindenkit, hogy akinek esetleg egy hétköznapi alkalom nem alkalmas, de a hétvége jó lenne, csatlakozzon hozzánk, szeretettel várjuk. A múzeum fontosnak tartja, hogy a fiataloknak is kedvezzenek, így az esemény élőben megtekinthető volt az online térben is.